A Tisza nyáron közkedvelt a fürdőzők körében is, ám arra érdemes figyelni, hogy hol mártózunk meg, hiszen ez csak a folyó bizonyos szakaszain engedélyezett. A fürdőzésre a legbiztonságosabb helyek, a kijelölt strandok, kijelölt fürdőhelyek, ahol fürödni tilos valamilyen okból kifolyólag, azt mindig tábla jelzi. A fürödni tilos táblát mindenki ismeri, és nem is szabad ezt a táblát figyelmen kívül hagyni, hiszen ezeket a táblákat szakemberek helyezik el, és nyilván nem véletlenül. Az ilyen táblákkal jelölt helyeken a fürdés szabálysértést valósít meg, tehát a fürdőző akár helyszíni bírságot is fizethet azért, mert tiltott helyen fürdő. Az elmúlt években folyamatosan csökkent a szabadvízi fürdő balesetek száma, köszönhetően a megelőző kampányoknak is. A balesetek legnagyobb részét azonban továbbra is az emberi gondatlanság okozza. A legtipikusabb vízi baleset, ez a, ugye, amit mindig el szoktak mondani, hogy felhevült testtel bemegyünk, ugye ez is előfordulhat. Az alkoholos befolyásoltság, tehát ez aztán ott, amikor végül is nincs kontroll, nem veszük észre a veszélyeket, ugye nagyon erősek leszünk, átúszunk a túlsó partra. Nagy veszélyt jelent ugyanakkor a gyakorlatilag láthatatlan, könnyen omló homokpad és a hirtelen változó vízmélység is. A vízimentők azt tanácsolják, amennyiben veszélyhelyzetbe kerülünk, ne essünk pánikba és próbáljunk segítséget kérni. Ugyanakkor, ha fújdoklót látunk, akkor sem meggondolatlanul fogjunk hozzá a mentéshez. Ilyenkor ugye legfontosabb az, hogy segítséget kérjünk, hogyha valaki észreveszi azt, hogy fuldoklót állt a vízben, és csak, hogyha nagyon jó úszó, akkor próbáljon meg mentésbe kezdeni, és akkor is, hogyha lehet, akkor valamilyen eszközzel. Eszköz segítsége nélkül gyakorlatilag nagyon egyenlőtlen a küzdelem, még akármennyire is jó úszó vagyok, nagy darab vagyok, bármi lehet, egyenlőtlen. Arra is fontos figyelni, hogy tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén is, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület meg van világítva, de ilyenkor is legfeljebb csak a mély víz határáig lehet bemerészkedni. Az úszóeszközök, mint a vízibicikli vagy a gumimatrac használata szintén fürdésnek minősül, így ezek használatára is a fürdés szabályai vonatkoznak.